Nyilván a családom szeret, és azért ez fontos lenne tudnia, hogy együtt vagyunk, és hogy ez egy fantasztikus érzés. De mindig igyekszem megfelelni azonnak a kategóriáknak, amiket ők fontosnak tartanak. Tehát nem mozhatok rájuk szégyen, és persze kritikusak a lányaim iszonyatosan. Tehát van egy olyan videoklip, amit megcsináltunk, ez egyébként a Váradon alszom el című Wolf Péter, Gerendás Péter örökérményű eposzai. Csináltunk egy klippen, és esküszöm rá, előttem van, a laptop mutattam a lányomnak, hát valahogy így nem tudom, látszik-e, 30 másodpercet bírt ki, és így csinált. Azt mondja, apa, ezt nem lehet megmutatni a népnek. És akkor ezt tudomásra vettem. A hétköznapok zakatolása közben számtalan emberi történet fut el mellettünk. De ha figyelünk, észrevehetjük, hogy mások történetei mennyire hasonlítanak a miénkre. A versekben mindez ott van. S ha felfedezzük, segíteni is képes a hétköznapokban. S rájövünk, hogy nem vagyunk egyedül. Minden alkalommal egy ismert vendég beszél egy vers kapcsán az életéről, és arról, hogy mit gondol a világról. Egy kicsit másképp. Soron kívül. Luther Imrével. Ma Soltész Rezsővel találkozom. Jön egy elvarázsolt gitár története, amit édesapjától kapott. Kiderül, mi az egykori legendás hajfürtök valódi sztoria, hogyan talált újra önmagára az egyedül létben, miután elvesztette feleségét, és soron kívül arról is beszél, mit jelent számára Ady Endre. Mondhatnám azt, hogy szóljon hangosan az ének, de minek mondjam, ha van, aki el is énekli. Méghozzá sokkal karizmatikusabban, sokkal hangosabban és vidámabban, és persze ismertebb módon, mert hogy Soltész Rezső ezt megtette évtizedeken keresztül, és hirtelen mindenkinek a fejében megjelenik egy göndörhajú, bajszos, kiváló slágerénekes, aki ma már nem így néz ki, de még mindig úgy gondolkodik, ahogyan énekelt. És hogy számára mit jelent Ady Endre, hogy egy mérföldkő tud lenni egy verse, vagy pedig végigkíséri az útját, vagy hogy milyen volt kisgyermek korában, honnan hozza a zenei attitűdöt, és hogy mi szeretett volna lenni, ha éppen nem énekes lett volna, és miért nem lett például filmes, az is ki fog derülni a most következő beszélgetésből, mert hogy itt van velem, soron kívül Soltész Rezső. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Én is köszönöm a meghívást, és örülök, hogy beszélgetünk. Azóta rengeteg új dal is született, olyannyira, hogy a közelmúltban egy remek hangulatú klip készült, méghozzá a Monty Pythonból jól ismert Eric Idle híres dalát is feldolgozva, ahol sok művész barátot kértél föl, igen, akik énekeltek veled. Honnan jött az ötlet? Mert nagyon jó hangulatú és nagyon jó kedvre derítő dalról van szó. Az ötlet valamilyen könyv megjelenése kapcsán egy éve korábban hát hogy az ember ül a számítógép előtt, akkor dobja fel az internet a különböző történeteket, híreket, és feldobta ennek a könyvnek a Monty Python, pontosan Eric Idle életének a történetét, hogy megjelent. És akkor mindjárt ráklikkeltem, nem nagyon foglalkoztam én ezzel az egész Monty Python ügyel egyáltalán, és meghallgattam a dalt, azt mondtam, hogy atya úristen, micsoda sláger. Szóval, amikor aztán megszületett a dal, pont a születésnapomon, április 19-én lett a bemutatás ennek a klipnek, és Hereni Gábor és a Jussi nevezető lányom, aki Hereni Gábornak a munkatársa, ők celebráltak az egészet, és igazából felkértünk mindenkit, akit úgy gondoltunk, hogy szereti ezt a dalt. Elküldtük persze előtte, hogy nézzük meg, nem akartuk senkire se ráerőltetni. De ez szerintem egy himnikus nóta, legalábbis ennek a kornak egy nagyon jellemző dala is, és akkor hát összeállt ez a fantasztikus grémium. Sose hittem volna, hogy kölcsön adják az arcokat az én hangomhoz, de hát ez valamit jelent. Nekem legalábbis rengeteget, úgyhogy hálás vagyok érte. Az egykor fürtös hajával a nők bálványává lett Soltész Rezső Budapesten született, épp a II. Világháború végén. Édesapja és nagyapja is filmes volt, őt mégis a zenevilága vonzotta. Első gitárját apjától kapta, aki hadifogságból hazatérve hozta magával a hangszert, ezen tanult meg játszani. Bár a Toldi gimnázium elvégzése után műszaki pályára készült, szíve más felé húzta, már ekkor a Rangers együttes, későbbi nevén a Corvina frontembere volt. A jól fésült fiúk könnyű
könnyű slágerekkel lopták be magukat a közönség szívébe. Soltész Rezső aztán egyszerre váltott stílust zenében és megjelenésben. Elkapta az akkoriban divatos Dallér hullám, és Göndör fürtjeivel együtt lett ismert az 1981-es Táncdal Fesztiválon előadott Szóljon hangosan az ének, ami hozta is a várt sikert. Feleségével, Judittal még középiskolában ismerkedtek meg, így ő végig kísérte és támogatta férje karrierjét, majd 56 évig voltak együtt. Az ismert előadó a rendszerváltás után lapkiadóként kezdett el működni, de dalait most is több generáció fallja, és a fellépéseknek sincs vége. Én azt gondolom, nem csak a dalok terén, hanem ahogy megnyilatkozol, megnyilvánulsz, abban mindenhol látható az a fajta lelki erő, lelki nyugalom, és az a békés, boldog vagy önfelett attitűd, amit valahonnan hozol. Ezt otthonról, gyerekkorból hozod? Honnan ered? Ez egy nagyon rafinált kérdés egyébként, mert ez valahogy egy kicsit mondanám, hogy alaptermészet. Nem mindig vagyok ilyen külön, egyre inkább vagyok higgadtabb és nyugodtabb. De sok minden van, amit köszönhetek. Nyilván hát ez otthonról hoztam, az életem nyugodt volt, a családunkért, a feleségemnek köszönhetek rengeteg mindent, és ez valahogy úgy visz engem a vizen. Nem tudom jobban kifejezni magam, de talán érti a kedves néző, hogy ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy kicsit nyugodtan és derűsen, nagyon optimistán tekintek az életre, és mindig keresem azokat a pontokat, ahol ezt így tovább lehet vinni, még akkor is a problémáim vannak, mert nyilván nem csak nekem, másoknak is, de ez egy fontos szemlélet a részemről. A feleségedet említetted, őt nemrégiben vesztetted el, de nagyon sokat jelentett számodra. Az, amikor az ember tudja, hogy kire talál rá, tehát az életben sodródik, mindenfelé megy, az milyen fajta biztonságot jelent? Nem csak magánéletileg, hanem egyébként egy olyan fajta támasz, ami az egész életedben jelentős. Ez egy határtalan szerencsém volt. Illetve az, hogy egymásra szerencsénk volt-e, azt nem tudom, de azt tudtam mondani röviden, hogy mindent neki köszönhetek. Azt a fajta nyugalmat és azt a fajta kritikai megérzést, amit egy ilyen kvázi slágerénekes számára egy élettárs, egy édesanyja jelent, azt nem lehet csak úgy leakasztani, annak valami sorszerűsége van, ez a mátrix, hogy mi ott egymásra találtunk. És ez az egész dolog, tehát a megjelenések, a viselkedések, ezek mind nagyon, tehát hogy a médiákban is megjelentem, ezt mindig úgy megbeszéltük, és ez nekem nagyon nagy biztonságot adott. Ha visszaugrunk az időben, néhány évtizedet, akkor hogyan láthatjuk az ifjú Soltész Rezsőt, aki még nem biztos, hogy tudja, hogy énekes akar lenni? Minek készül? Hogyan biztatják a szülei? Milyen körülmények között él? Nagyon kiegyensúlyozott volt a családi életünk is, tehát abszolút harmónia volt a jellemző a mi családunkra. Amikor érettségiztem, akkor volt egy probléma. A probléma az apukámnak a gitárja volt, amit hadifogságban volt, és egy amerikai kiskatona, akivel összebarátkozott, mikor visszament, mert ugye visszahívták, vége volt a háborúnak, akkor neki adta a gitárját, és ő hazajött, és akkor ez a gitár daloknak mindig voltak ilyen amerikai népdalok, amiket már az apu egyébként tangormonikázott. Tehát tudott gitározni, és ez úgy beült. És jött a Beatles, jött a Shadows, jött a Stones, és jött Cliff Richard, és mindenki. És ez már a gitárra alapult zene volt, tehát az hangzás az egyértelműen uralkodóvá vált a zenei életben. És hát én elkezdtem gitározni. Érettség jött a pályaválásra és egyébként, és akkor én előadtam otthon, hogy én mit szólna a család ahhoz, hogyha én elmennék a színművészetére. Na ebből aztán akkora botrány lett, hogy nem igaz. Mert az apukám a filmgyártásban dolgozott, a nagypapám az producer volt, és nagyjából ismerte ennek az egész színész helyzetnek a lélektanát. Azt mondta nekem, hogy ez egy rohadtul nehéz pálya. És hiába vagy szerencsés, hiába vagy rohadt tehetséges, hogyha nem úgy állnak össze azok az eredők, vagy azok a vektorok, amitől egy személyiség ki tud emelkedni, és még sok minden más, amiket nem is láthatunk előre, az nagyjából ki lehetett utána számolni, hogy mik kellettek még egy sikeres színészi pályához. Azt mondták, hogy felejtsem el. Aztán rájöttem, hogy ez a gitár a kezemben, ez volt az igazi. Mert ott volt a kifejezési lehetőség, az elsők között voltunk, nyilván az illések után, hogy,
hogy magyar dalokat kezdtünk el énekelni, írni magunknak. Sose felejtem, a Bódi Jancsival volt egy koncertsorozat a MOM-ban, aminek az volt a lényege, hogy a MOM kultúrázban volt a Rangers zenekar, és akkor meghívta a szerkesztőség a különböző híres együtteseket, a Metrót, az Illést, Skampol volt meg, és akkor ilyen sorozat volt, és ott mindig az új dalokat bemutattuk. És akkor Bródi Jancsi ült, még emlékszem, az egyik próbánkon is előadtuk a Hóesésben című dalunkat, és akkor azt mondta, figyelj, ezt kell csinálni. És ez nekem annyira hatott, tehát inspirált ez a fajta, mert nyilván az Illés volt az Isten a számunkra, és ez azóta is így van természetesen, és akkor elindult egy folyamat, amiben nem volt kiszállás. Azt nyilatkoztad annak idején, hogy annó a göndörhaj mellett végső elkeseredésedben döntöttél, de mi történt akkor? Miért volt ez egy ilyenfajta végső elkeseredés, ami a szexepiletté vált? Egyébként nagyon, nagyon azt tudom mondani, hogy ez egy ilyen szerencsés fordulat volt. Az volt a helyzet, hogy szétesett a zenekar, tehát kiesett alólam a zenekar. Tehát ilyen hosszú bírfizurám volt, és basszusgitár, és nagyon kemény rocker voltam. Hát ilyen kis szoftos változatban. És akkor indult a privatizációs folyamat, illetve az akkori gazdasági vezetés lehetővé tette, hogy kisvállalkozások alakuljanak, ez a GMK, vagy nem tudom. Ilyen gazdasági munkaközösség, igen. És akkor a családunk fodrásza, aki az összes lányaimat hát kezelte, hogy így fel a frizuráját csinálta, éppen egy vállalkozásba kezdett, megnyitotta magán, tehát a GMK-s fodrász üzletén, és egy ilyen esti, elmentem az üzletbe megnézni, hogy néz ki az egész üzlet, és akkor nagyon magunk alatt voltunk, mert nem ment valahogy sehogy a dolog. Nekem még pont akkor bomlott fel a Corvin a zenekar, tehát megálltott egy ilyen szakmai fejlődés, és azt mondja nekem, te figyelj, mondja nekem, Vasszilnak hívták. Azért bedavrolnám a hajadat, jó, hossz, azt mondja, olyan jól fogsz kinézni, nem igaz. És akkor így ráregyintettem. Mondom, nekem olyan mindegy, végül is. És ez volt az a fordulópont, amire mindenki odaugrott. Aztán ilyen Bundesligás üzulám volt hirtelen. És szoktam mesélni, hogy apukám egy hónapig nem beszélt velem, azt mondja, hogy néznek én ki. Hát ez majd szörnyű, tehát ilyen vállalhatatlan voltam az ő verkeiben. Csak azt a szépen azt is el szoktam mondani, hogy Aracki Lacinak a felesége az Éva volt, aki rendet teremtett az én hajviseletemben, mert ő mutatta meg, hogy mit kell ebben a fizurával csinálni. És de jól esett nekem be egy ilyen kollegiális dolog. Ő volt a tévének a fodrásza annak idején, és nagyon sok segítséget kaptam, hogy aztán ezzel a fizurával el tudtam indulni a világ siker felé. Annak idején, most ahogy elmondtad, nem mindig volt teljesen felfelé ívelő a pályád, a karriered, hiszen azért voltak benne olyan fajta buktatók, amikor zenekarok határozták meg a te létedet, mint előadóit. A zenekari kudarcok miatt döntöttél úgy, hogy szóló karrierbe kezdesz, vagy azért, mert egyszerűbb úgy, vagy az élet hozta úgy, hogy jött egy lehetőség? Azt kell mondjam, hogy egyszerűbb úgy, de ezt én nem tudtam. Mindenki, aki a műfajban volt, tehát most az, hogy a Táncos Gabi, a Módos Péter, akkor a Penz Zsolt, aki az Interkoncertnek a vezetője volt, tehát a zenei szakosztályt vezette, mind azt mondták, hogy ne szenvedjek én a dolgokkal, mert nyilván érezték, hát ők szakemberek voltak, érezték azt, hogy van bennem valami, hát szóló énekes voltam egyébként a Corvinában is, én énekeltem a legtöbb dalt, hogy ne gondolkodj a zenekarban, hanem próbálja meg ezt én önállóan csinálni. És akkor üldözgetek mindenféle fesztiválokra, és sőt, kaptam egy lehetőséget, hogy az Anatolia Ószeny, ez az Arany Ősz címet viseli, csak azonnak mondom, akik nem tudnak kicsit se oroszul, és már azért a mai generáció abszolút kérdés, nem. Az egy ilyen nemzetközi nagy műsor volt, és akkor ott volt az első ilyen színpadra lépésem. De még a basszusgitár a nyakamban volt, tehát nem nagyon nehezen tudtam megszabadulni ettől a banda, a zenekar érzéstől. És akkor ott átestem a tűzkerességen, és onnantól kezdve ez nagyon, egyre biztosabb lettem a dolgomban. Úgyhogy utána maradt ez a történet is. De az igazi nagy berobbanást a Szóljon hangosan az ének hozta meg? Mert igen, ez a legismertebb dalod. Igen, ezek mind előkészülete. Voltam a Dresdei Fesztiválon, például ott is megjelentem ebben a göndör fizurával, egy
piros overallban és egy piros tornacipőben léptem föl, ami ott forradalom volt. Tehát ott egyszerűen olyan lázadás tört ki, a nézőtérén és közönségdíjat nyertem egyébként, és azon elindult az NDK piac, a számomra megnyílt, mert vagy milyenek azokra nem tudom, de nyilvánvaló, hogy keresték ők azokat a... Az NDK ugyanaz, mint a nyugat németeknél, csak éppen kelet-német verzióban, és akkor kelet-német sztárokat hívták meg, és az így kerültem én valójában a NDK-ban, Kelet-Németországban a színpadra és a kedvelt előadók közé. És hát azt átküldtem Nyugat-Németországban is, ott is lemezeim születtek, és az egy nagyon szép időszak volt. Olyannyira én tanúsíthatom, hogy képzeld el, hogy az édesapám, akinek az egyik legkedvesebb előadója vagy, ő Nagyfolt és Szezsőfen természetesen, mint hogy én is. Ha látod, megmutatok neked egy képet, ezen a képen te lépsz éppen föl. Ezt nem mondod. De méghozzá Nyíregyházán. Nyíregyházán. Így van, az édesapám itt énekel éppen veled. A saját asztalán, nem? Valami hihetetlen. Erre emlékszem. Emlékszel? Neki ez a 80 éves születésnapi bulija, ami azért nagyon fontos, ezért jók ezek a gépek, hogy meghagyják digitálisan azt, ami nekünk az élet örömeit hozza, mert hogy ezek a pillanatok, ezek visszahozhatatlanok, tehát gyakorlatilag mind arról szól, hogy ott volt Soltész Rezső, aki az én édesapámnak Szóljon hangosan az ének címmel, gyakorlatilag egy olyan fajta életörömöt vitt benne, hogy tényleg jó legyen a kedve, amiről az egész dal szól. Ezt nem lehet elfelejteni. Nagyon kedvesen, köszönöm, hogy ezt csak azért hoztam el, mert hogy megosszam veled, mert a képeket te nyilván azóta nem láthattad. Aztán sűrűn be is tört a pandémia, de hogy ez pont még azelőtt történt, és ez nagyon-nagyon jó élmény maradt meg, és szerintem ez másoknál is így van. Mindezt azért hoztam föl, mert alapvetően ennek a dalnak nem csak a zenéje jó, ami hát tényleg, hogy is mondjam, jó kedvre deríti az embert, hanem a szövege is. Tehát örülj velem, kérlek, úgy, ahogyan én. Igen. Egyébként most egy kicsit a visszatérhetek erre a Szóljon hangosan az énekre, és említettük már a beszélgetés kapcsán, ez a Monty Python Nézd az élet jó oldalát. Én határozott párhuzamot érzek. Hiába telt el 40 év a két ópusz között, de valójában igen. Ott az életem történetét mondom el, és itt is igazából teljes optimizmus van jelen ebben a Szóljon hangosan az ének című szövegben is, amit Esnán Istvánnal közösen jegyzünk egyébként, mint ahogy a Monty Python esetében is, hogy ez nagyon fontos. Nyilván vannak olyan helyzetek és olyan zenei közeg, amikor az ember átadja magát, mármint szövegíróként is, annak a hangulatnak, amit a zeneszerző mond. De ebben a két dalban is, és végül is ebben is nagyon fontos, hogy ez optimisten hangozon el, mert hiszen ez ami az életnek értelmet ad. És ez nekem mindig is törekvésem volt, hogy ha már valamit szól valamiről, persze mondjuk a dalszövegek nem igazán mindig ilyen mélyet mondok, az én esetemben legalábbis. De igazságot akkor is tudnak megfogalmazni. Igen. És az is elegendő néha, mint ahogy Karinti is mondja, hogy jól érezze magát az ember, tehát hogy szórakoztasson valaki, nem kell mindig nagyon-nagyon mélyről szólnia. Igen, igen. De azért neked azért ott vannak az életedben a mély ívű gondolatok is. Ott van például Ady Endre. Ady Endrével te mikor kerültél kapcsolatban? Andrével mindig, hát az iskolában is. Én nem is tudom, miből írtuk az érettségi tételünk, lehet, hogy talán pont Ady volt, nem tudom, nagyon régen volt. Mert mindesetre fontos a költészet, nagyon bevallom férfiasan, hogy nem a mindennapjaim. Most, amikor tudtam, hogy ezt a meghívást kapom, amit nagyon hálás vagyok érte, egy kicsit megváltoztatta a hétköznapjaimat, mert oda mentem a könyvtárhoz, ami egy fantasztikus gyűjtemény, amit a nejemnek köszönhetek, és akkor láttam, hogy ott állnak sorba középen a verses kötetek, és rögtön lekapkodtam egy csomó dolgot, hogy megkeressem azt, amivel én most itt, ugye, az, ami engem igazán érdekel. És azt eszemültött, hogy sokat láttam Pilinszkitől kezdve. Igazából nagyon komoly és nagyon szép verseket írtak a mi költőink. Az is feltűnt, hogy mennyire a múlt század, vagy inkább mondjuk így a 19. század vége az, ahol olyan szófordulatok jelennek meg a költészetben, ami hát páratlan. Nagyon-nagyon szép. És úgy igazán eltelt ez az időszak, hogy most a költészet odafigyeltem, de volt egy vers, ami Ady kapcsán, itt van, elhozta magammal, és azért meg kell mutassam, hogy nálunk kutyák vannak, és
egyik kutyánk az ezt megette. Hát az, hogy valami, volt, egy kutya falja Adit, igen, az már önmagában is egy nagyon nagy. Igen, de ez való, nyilván kézben maradt, és a kutya elérte, nem a polcon volt. Szóval igen, ezt a verset, amit én ajánlottam egyébként, a Jobb nem vagyok címűt, de ez a vers ez olyan, mintha rólam írták volna, vagy nekem írták volna. Persze mindenki, aki ma egy kicsit ilyen versformálással foglalkozik, az magáinak érezheti, de szerintem így is van ez. És nagyon örülök annak, hogy erre én rátaláltam, mert az utolsó betűig, az utolsó, elsőt az utolsó szaláig, mint magaménak érzem. Ady Endre éles látása, tenni akarása, szókimondósága és költői tehetsége révén hamar a legnagyobb magyar alkotók közé emelkedett. Újságírói tevékenysége legalább olyan meghatározó, mint költészete. Az általa megírt jegyzetek, tudósítások mindegyike fontos korrajz. Lédával való megismerkedése és a Párizsban töltött idő segített rátalálni arra a hangra, amely később egy országhoz szólt. Bár Ady tisztában volt hatásával, erős küldetéstudata volt és nagyra tartotta magát, a bizonytalanság, főleg idősebb éveiben őt sem kímélte. Képtelen volt megalkudni a tunyasággal és a társadalmi közönnyel. A Jobb nem vagyok című verse tökéletesen visszaadja azt a vívódást, amit a költő az akkori világgal és az ő abban elfoglalt saját életével kapcsolatban érzett. S persze, ez is örökzöld. Soltész Rezső szívéhez ez a vers áll a legközelebb, s ennek is megvan a maga személyes oka. Jobb nem vagyok, mint annyi sok más, egy beteg kornak dalosa. Vergődöm az ellentétek közt, de irányt nem lelek soha. Igen. Ez a része az, ami rád illik? Vagy alapvetően az, hogy utat keresgélsz? Ez a törekvés az, ami a legfontosabb szerintem mindenki számára. Tehát nem kell ehhez a költészettel kapcsolatban legyen, de mindenkinek törekednie kell a jobbra, hogy ő maga is többet hozzon ki magából, mint amelyre abban a pillanatban képes, ahol éppen tart. És én ezt abszolút így érzem. Tehát most nem csak arról van szó, hogy zenei kifejezésben, formációkban, tehát most azt mondom, hogy iszonyatosan törekszem arra, hogy egy kicsit akkor úgy hozta, hogy ilyen fél playback-es fellépéseim vannak nagyon sok, de keresem a lehetőséget annak, hogy egy zenekarral a hátam mögött álljak ismét, és mint onnan indultam, a zenekarból indultam, és nagy zenekari kísérleteken dolgoztam nagyon sok éven keresztül, a múlt században, most megint esélyt látok arra, hogy ez ismét létrejöhessen, ez nagyon fontos. És ez is egy útkeresés. Azon kívül, hogy tényleg a kor, az mindig beteg. Tehát eltelt 100 év, és ugyanott tartunk most is, hogy van olyan, tehát keressük azt, amit nem találunk meg, és szerintem ebben az az igazság, hogy ezt soha nem fogja megtalálni az emberiség. Mert legalábbis nem hinném, hogy valaha egy költő, vagy egy ilyen versfaragó, vagy dalszövegíró, azt mondaná, na most megvan, nincs meg, soha nincs meg, és nem is lesz meg, és aztán ez így van rendjén. Van olyan, amit másképp akarnál csinálni? Ez alapján, az Ady vers alapján is? Tehát úgy végig gondolva az életed, mi az, amiben másképp súlyoznál, másképp kalibrálnál, előre gondolkodnál, vagy így visszagondolva nem biztos, hogy jól léptél esetleg? Úgy érzem, hogy a mai generációnak egy óriási lehetőség van a kezében, hogy eldöntheti, hogy mi az, ami a számára a legfontosabb és a legjobb. Van választási esélye. És amikor én fiatal voltam, hát benne voltunk egy gazdasági életben, szabályzók voltak, ezek a szocializmus egyében történtek, mert akkor, hogyha a mai eszemben lennék mondjuk 30 éves, egészen másképp csinálnám. Mert akkor tudnék vállalkozni, amit akkor nem lehetett. Az volt a vállalkozás, hogy fölhívtak az Oriból, hogy vállalod-e gyöngyösen a fellépés, vagy nem vállalod, és akkor azt mondod, igen, vállalom. És akkor nem a dolog el volt intézve. De sok mindent másképp csinálnék, és úgy gondolom, hogy a mai eszemmel hát talán többet tudtam volna megvalósítani az álmaimból. Most valami olyan élethelyzetben vagyok, most már vállalkozhatom természetesen, hogy ilyen pánikszerűen, de a lehetőségtől indítatva is készítem a lemezeimet egyiket a másik után. És van még egy olyan lemezem, amit tiszta új dologból fog állni. Olyan dologból, amik egy ilyen nagyobb bensőséges és unplugged környezetben fognak megszólalni majd. Tehát élő zenével és élő tartalommal is, amit
amit iratni fogok magamnak, ha csak nem én fogom megfogalmazni, de ez eddig látok előre, és bízom benne, hogy ez meg is fog valósulni. Az utódok, a család porontjai büszkék arra, hogy apa, nagyapa milyen sikereket ért, el tudnak róla? Én azt hiszem, hogy igen. Persze olyan dolog ez, hogy nyilván a családom szeret, és azért ez fontos lenne tudnia, hogy együtt vagyunk, és hogy ez egy fantasztikus érzés. De mindig igyekszem megfelelni azonnak a kategóriáknak, amiket ők fontosnak tartanak. Tehát nem hozhatok rájuk szégyen, és persze kritikusak a lányaim iszonyatosan. Én hoztam neked útra valóul egy verset. Nos. Az a címe, hogy a titkos kötelék. Mit tudtam én a titkos kötelékekről? Csak mint aki a vízen, a levegőben próbál járni, integet, kitárja a karját, hadonászik, és közben felsérti a talpát egy kiálló gyökér, kő, bármi. Mit tudtam én? Mit szentettem a nyárnak? Aranyhajában színnégtek a percek. Hallottam, hogy zúg a világűr, zúgtak a fák. Hol vagy? Mindig egy másik kerület rejtett. Mit tudtam én? Egy könyvben lapoz az ujjad, kétoldalt fák, végtelen zúgó sorfal, tűz a nap, és én egyre csak jövök az úton. Ki tudja, hányadik fejezet, hányadik oldal. Mint egy véget nem érő történet, igen, egy never ending story. Igen, nagyon, és nagy, nagyon szépen is mondtad. Köszönöm, de ez igazából te életedből is annyi minden, annyi sok mementó összegyűlik, hogy az ember azt sem tudja, hogy ezek mérföldkövek, vagy csak színes a világ, és egy csomó minden oda vándorol hozzá, hogy az ő lelkét gazdagítson. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Számomra nem csak élmény volt, hanem egy igazi nagy utazás, egy életutazás, amire persze még sok-sok pont van a végén, és hát kívánom azt a nézőnek, hogy Ady Endre versével, amit mindjárt megmutatunk, ugyanezt a fajta picit nosztalgikus, picit várakozó élményt próbálják meg magukba szívni, amennyire lehet így az interneten keresztül is, és már mindenkit bátorítok arra, hogy iratkozzon fel, ha még nem tett a YouTube csatornámra, mert a vers is megtalálható majd külön, és ahogy a beszélgetések is folyamatosan kerülnek fel, itt soron kívül, ezúttal Soltész Szerzsővel, aztán ki lesz a következő vendég, az is mindjárt kiderül, mert Várkonyi Attilával azt is megmutatjuk. Jobb nem vagyok, mint annyi sok más. Egy beteg kornak dalosa. Vergődöm az ellentétek közt, de irányt nem lelek soha. Magas, dicső eszmék hevítnek, de elkap a tömegnek árja. Bennem van a kornak erénye, s bennem van minden léhasága. De néha a lázas éjszakákon lehull előttem a lepel. Eszembe jut, hogy hány édes álmot, hány ideált temettem el. Reám szakad lelked zaklatva egy eltévesztett élet vágyja, s egy-egy megtisztult dalba ömlik lelkem felújult ifjúsága. Vörös Sándor, Kisfiú témáira című versével érkezik Hadas Kriszta. A szókimondó riporternő ebben a beszélgetésben saját lányával való viszonyáról is mesél, ahol egy komoly megfelelési kényszer kíséri a nevelő munkát, és arról is szó kerül az adásban, hogy hogyan élte meg azokat az esztendőket, amikor neki mindent meg kellett tenni azért, hogy az ország egyik legismertebb riportere riporternője legyen. A következő vendég soron kívül, Hadas Krisztina. Azért nem gondolnám, hogy a Sárinak rossz anyja lettem volna, sőt, más impulzusokat kapott. Tehát mi egy folyamatos pörgésben voltunk a Sárival, így ilyen szimbiózisban. És korán el is váltunk. A kisfiamat együtt neveljük a férjemmel. És ez egy nagyon erős, tehát ez egy három, sokkal inkább három lábon álló dolog, és sokkal többet vagyok a fiammal, mint a lányommal voltam. Hát most ezzel nem nincs mit szépíteni, ez így van. Tulajdonképpen jó poénnak tűnt, hogy 21 évesen várandós vagyok. Nem nagyon gondoltunk ebbe bele az első férjemmel. Jött és alakultak a dolgok. Így van, és milyen jó. Jó, aha. Mekkora mázlink van? Így már 50 évesen nagymama lehetek, sőt, van egy kis mázlink, még dédnagyi is leszek.
Fontos, a versek mindegyike megnézhető, meghallgatható a YouTube csatornámon. Iratkozzon fel, hogy ne maradjon le! A műsor igaz történeteken alapul. Az adásban megjelenő szereplők valós személyek. A történeteik hasonlósága más emberekéhez pusztán a véletlen műve. A versek által okozott katarzisért a műsor készítői felelősséget vállalnak. Támogatónk a Líra könyvesbolt hálózat. Teret adunk az olvasásnak. A műsor támogatója, Luther Imre Lételem című verseskötetének kiadója, a Magyar Versmondók Egyesülete. Orfűi Horizont idéző park.el, ahol az ihlet életre kell. A műsor támogatója a Blik. A felvételben partnerünk az Erla Technopro Kft. Simple on you, viselj verset. Gyulai Árt, emelj művészetet a stílusodba. Együttműködő partnerünk a Versmondó folyóirat. Hangot adunk a versnek.